Drágulnak az élelmiszerek Franciaországban. Hatályba lépett ugyanis egy új törvény, amelynek értelmében a boltok az önköltségi árakhoz képest legalább 10%-os haszonkulcsal kell, hogy eladják a nagy élelmiszermárkák termékeit. Az emelés mellett azt is előírják, hogy az akciós élelmiszerek ára legfeljebb 34%-kal lehet kevesebb, mint az önköltség. A Parisien című lap kiszámolta, egyes népszerű termékek mennyivel lesznek drágábbak. A sárga mellényes tüntetések miatt elhalasztott törvény Emmanuel Macron választási ígéretei között szerepelt. Az elnök ezzel akarta maga mellé állítani a jelentős szavazói bázist jelentő gazdákat, akik arra panaszkodtak, hogy a nagy élelmiszerláncok közti árverseny miatt nem tudják megfelelő áron eladni a termékeiket. Bár Didier Guillaume agrárminiszter azt mondta, az áremelés nem lesz drámai, a francia háztartások kiadásai alig hanem tovább növekednek.